Forráskút és Balástya közt vagyunk, a összesen 3 hektáros területemen. Benne egy újabb hőhullámba, benne egy újabb asszályba. Itt most körülöttem látható a hátsó erdőkertes részem, ami még viszonylag zöld, és, ezek az óriás fák még egész jó állapotban vannak. Azonban nem sokára odaérünk a volt tómederhez, ami egy pár éve már csak gödör. Annyira alacsonyan van a talajvízszint, hogy a legnagyobb esőzések során sem vízesedik már föl az alja. És utána ebből a zöldből mindjárt kiérünk az én ökológiai sivatagomba körülbelül, ami a legelőmet jelenti, hiszen idén közel volt a nullához a szénatermés, tehát a téli csapadék hiányt már nem volt képes a terület kezelni, és a májusi esőkkel sem tudott produktív lenni. 2 éve a legnagyobb eszályban, mivel 2022 telén még volt csapadék, ezért a koranyári kaszálás 8,5 bálám lett a 2 hektárról, ami egy egész jó eredmény volt akkoriban. Tavaly ugye egy kicsit vizesebb, kicsit jobb évünk volt, 15 bálával lett meg a kaszálás, és idén a 2,5 bála jött össze, mivel szinte egyáltalán nem volt téli csapadék. Májusban jött esőzés, tehát gabona hiány nem akkora lett, mint 2022-ben, viszont a kaszálók, legelők nem tudták behozni azt a mínuszt, nem tudták utolérni magukat. Így nagyon silány lett az idei kaszálás, hiszen ez a kis esőzéses időszak után egyből jött a 30 fok, egyből jött a több hullámos kánikula, és kisültek a legelők. Nemzetgazdasági szinten becslések a kukoricára vannak, de ezek is becslések, pontos adatot nem fognak mondani. Ez jelenleg olyan legalább 240 milliárd forintnál van, és hogy azt mondjuk, hogy 2022-ben berúgta az asszály az ajtót, az, hogy idén lett gabona, azt nem tudom értelmezni, hogy miért elég ahhoz, hogy ne érezzük ugyanazt a szintű problémát, meg ugyanazt a szintű bajt, ami van. Hiszen ahogy kukorica nem lett, szénatermés is pocsék lett, meg mindenki érzi a bőrén, hogy a többedik hőhullámban már mindenki feszült, mindenkinek rossz a közérzete, és hogy itt vagyunk augusztusban, és sárgulnak a fák, sárgulnak a legelők a homokhátságon. De mégis a tiszamenti területekről kell beszélnünk, mert ebben az évben is több hullámban ment le magas vízállással a Tisza. Tehát ott volt az a víz, amit hogyha kivezettünk volna a tájba, ha mély átterek reaktiválásával lett volna helye a víznek a tájban, ez mind javította volna a mikroklímát, beindította volna a kis vízkövet, ami tudna hatni a homokhátságra is. Tehát, hogy értelemszerűen a Tisza sokkal lentebb van, mint ezek a hátsági területek. Gravitációsan nem hozható fel a víz. Ezért kell megtennünk mindent a homokhátságon annak érdekében, hogy tájhasználatváltozással a táji hőszigeteket, illetve a párolgást lecsökkentsük, amennyire csak tudjuk. A talajok javításával olyan közeget teremtsünk, ami az érkező vizet be tudja fogadni. Míg a tiszamenti területeken, tehát a mélyelterek reaktiválásával pedig azt a vizet tudnánk megtartani a tájba, ami elindítaná a kis vízkövet, tehát a helyi eső kialakulásáért lenne felelős. Pésekben én azt gondolom, most itt vagyunk a homokhátságon, én ezt a részét mondanám el akkor, meg kell szüntetni azonnal a szántóművelést, tehát nem lehetnek fedetlen területek, nem szabad bolygatnunk a talajt, éppen azért, mert ezek a fedetlen földfelszín nagyban fokozza a párolgást, nagyon felmelegszik, ami még jobban fokozza a párolgást, tehát egy öngerjesztő folyamat, amellett, hogy pusztul a talaj közben, tehát nem tudja befogadni a vizet, nincs benne talajélet, amivel tudna élni és működni. Elsődleges lépés lenne a szántóművelésnek, tehát ez a no-till, szántás nélküli talajművelés, vagy mintill, tehát minimalizálni, és az állandó talajfelszín lenne, illetve el kell engednünk növényeket. Homokhátságon ilyen a kukorica, a napraforgó az teljes mértékben kapufa, tehát a legtalajzsarolóbb, a legvíz- és tápanyagigényesebb növényünk.
muszáj változtatnunk azon, ahogy műveljük a talajt, és azon, hogy mit vetünk bele. Tehát mindenféleképp az agráriumnak nagyon nagy felelőssége van ebbe. Fő lépés lenne, hogy minden csatornát zárolni. Tehát ne legyenek levezető csatornák. Hiába készülünk a havária helyzete, készülünk arra, hogy nem tudom, itt megjön a mindenségnek a vize, és Úristen, és le kell vezetni. Nincs mit levezetni. Minden csatornának zárt állapotba kellene lennie, szakaszolni kellene a csatornákat, és ahol lehetséges, és van hely, mindegy, hogy természetvédelmi terület, vagy magánterület, hiszen most már az is támogathatóvá válik, hogy időszakos, vagy állandó vízborított területek sem esnek ki a földalapú támogatásból, oda el kellene kezdeni kivezetni a vizet. Ez nem azt jelenti, hogy akkor megáll a gazdaság. Van olyan művelés, amivel ugyanúgy használható tovább az a terület, nem a szántóművelés, azon kívül minden. És ahogy ezek a területek megteremtődnének, minél nagyobb párolgási felület lenne, Báder Laci munkássága alapján a párolgó víz csökkenteni a környező hőmérsékletet, amellett, hogy a párolgás ugye része annak, hogy legyen eső. Az államnak nagyon nagy a felelőssége, hiszen rajta múlik az a jogszabályi háttér, ami alapján mondjuk a vízügy működik. Tehát, hogyha megszületne fölül az elhatározás, hogy minden kis projektet a lehető legnagyobb mértékben támogatnak, és könnyítenek a terheken, csökkentenek a bürokratikus úton, vagy csökkentenek a bürokratikus terheken, akkor beindulhatna ez az egész úgy, hogy működőképes, kis mintaprojektek legyenek, amik összeállnának táji szinte, és menne tovább ez az egész.